A bankok nevével visszaélve elkövetett csalásokról szinte kivétel nélkül mindenki hallott már. Hazánk egyik piacvezető pénzintézetének kutatása szerint 1000 fő megkérdezésével a válaszadók majdnem felénél már próbálkoztak is a csalók, sőt 100-ból 14 megkérdezett már áldozatul is esett valamilyen csalásnak. Egyebek mellett ezért is döntött úgy a Tolnai Vándorló Szépkorúak baráti köre, hogy ismét a témában jártas előadókat hív, hogy a szakemberek alapos tájékoztatást adjanak a résztvevőknek. Második alkalom, hogy ilyen bőmegelőzés és tűzvédelmi eladást tartunk. Nagyon-nagyon aktuális ez a bőmegelőzés. Szinte az utóbbi egy hétben a médiában mindenhonnan ezt lehet tapasztalni, hogy hatalmas nagy a támadás az idős embereket. Nem csak kimondotta az idős emberekre, másokra is, a banki csalásoktól kezdve a tűzifa eladása kapcsolatban mindenhol becsapják az embereket, megtévesztik őket, próbálnák lenyúlni a bankszámlájukat, pénzhez jutni, és én úgy gondoltam, hogy muszáj erről beszélni. Én azt tartom, hogy jobb félni, mint megijedni. És ezzel a témával kapcsolatban hirdettük meg. Hála a jó Istennek, a tolnai rendőrparancsnok úr Wiesner Csaba mellénk át is megint szakít rá időt, hogy eljöjjön személyesre, elmondja az idős embereknek ezzel kapcsolatos dolgait. Felhívnak bennünket, hogy kell a termék, nekünk szeretné megvásárolni, ez most legyen bármi, és egy futárat fognak érte küldeni. Adjuk meg az adatainkat, hogy el tudja ráutalni a pénzt. Fog küldeni szintén egy e-mail címen egy ugyanilyen linket, hogy el tudja ráutalni a pénzt, abban a linkben minden adatunk meg lesz, és onnantól kezdve ugyanez a folyamata a dolognak, mint amit az előbb elmondtam. A legtöbben úgy gondolják, hogy a legérintettebb az idősebb korosztály, hiszen ők nem olyan gyakorlottak az online pénzügyekben, ezért könnyebb megtéveszteni őket. Ezzel szemben az előbb említett kutatás arra is rávilágított, hogy az érintettség nemtől, kortól, iskolázottságtól független. Van rossz tapasztalatom, ma reggel kint voltam a piacon, és egy ismerősöm megállított, azt mondja, hogy fogok jönni erre az előadásra, mert tegnap előtt felhívták őt a telefonon az OTP-től. Az OTP senkit nem hív föl telefonon, hogyha valami ügye van, akkor levélbe értesítik, hogy a tranzakciót indítottak, és akkor egyeztessék a bankszámla számot, meg milyen bankba tartja a pénzét. Most is azt mondom, hogy nem szabad bedőlni a csalóknak, mert mindent kihasznál, mindenképpen a pénzhez szeretnek hozzájutni. Az eseményre nem csak a rendőrségtől érkeztek előadók. Katasztrófa védelem szempontjából kapcsolatban Király Zsolt, a Tolna megyei katasztrófa védelemnek a vezetője megint hozzánk állt, mellénk állt, és eljön személyesen, megint el fogja mondani, megváltoztak a tüzelés technikai szabályok, megváltoztak, azért másképpen tüzelünk, mint idáig. Nagyon-nagyon sokan visszatérnek a hagyományos tüzelésre, a fához vagy a gázhoz. Kell tudni, hogy az a 20-30 éve ezelőtt, amikor abba hagyták a tüzelést, egy kémény, azóta azért a kéménynek az állapota elromlott, a tüzelőberendezés nem olyan, meg mellette, hogyha gázzal füttenek. Nem szabad, az életünket megkockáztatjuk, 1-2000 forintért szeletessünk be szénmonoxid mérőt, mert nincs olyan év, hogy nagyon sokan meghalnak. És én azt gondolom, hogy ezt a pár ezer fontot ne sajnáljuk erről a berendezésről, és most a Zsolt is el fogja mondani, hogy hogyan kell tüzelni, mivel kell tüzelni, nem szabad rongyal tüzelni. Ez az alkalom bűnmegelőzésre és a katasztrófa védelemre erre van kihegyezve.